Internetes csalásokra figyelmeztet az ünnep közelettével a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az online bűnözés várhatóan december közepétől válik intenzívvé. Ilyenkor tömegével próbálják megszerezni az adatainkat. Egyre több áll kedvezménykupon érkezik, de gyanús lehet egy e-mailben érkezett karácsonyi üdvözlőlap is. Az elővigyázatosság és a tudatos vásárlás mellett fontos az informatikai eszközök védelme is. Televíziók és mobiltelefonok. Egyre több fa alá kerülnek ezek a műszaki cikkek ajándékként. Sokan azonban nem az üzletekben, hanem online vásárolnak az ünnepekkor. Ez azonban számos veszélyt rejt. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet helyettes szóvivője híradónak azt mondta, karácsonykor a kiberbűnözési hullám az ünnep előtt 2 héttel indul, vagyis azok a legfőbb célpontok, akik az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást. A karácsonyi csalások még nem indultak el, azok körülbelül a jövő hétre várhatóak, tehát érdemes mindenkinek résen lenni, és odafigyelni arra, hogy milyen e-mailt kap, milyen hirdetésre bukkan, és csak olyan dologra rákattintani, és olyan terméket megvenni, amiről szinte biztosan tudja, hogy az meg is fog érkezni. A híradónk által megkérdezett kiberbiztonsági szakértő szerint nem csak a nyári utazási, hanem a karácsony előtti vásárlási szezont is kedvelik a kiberbűnözők. Ilyenkor nem ritka az sem, hogy online utalványokkal élnek vissza. Leginkább ugye rá kell kattintani, és akkor elnavigál bennünket egy weboldalra, és az már vagy egy meghamisított, vagy egy olyan weboldal, ahol hiába rendelek meg valamit, ilyen egyébként már velem is történt, valamit megrendeltem, de soha nem érkezett meg. Ebben az időszakban gyakoriak azok az esetek is, ahol a kiszállítással kapcsolatban fiktív SMS vagy visszaigazoló e-mail érkezik a megrendelőhöz. Ezek általában csatolt fájlt vagy kártékony weboldalra való hivatkozást tartalmaznak. Ilyenkor menjünk föl a webshop oldalára, és ott ellenőrizzük mi magunk, ne klikkeljünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne az üzenetekbe jövő e-mailek vagy az e-mailekben található linkekre klikkeljünk, hanem magunk írjuk be a böngésző keresőjébe az internetes címeket. Abban minden szakértő egyetért, hogy egy megfelelő vírusvédelmi program vagy tűzfal ugyan nem jelent garanciát, de jelentősen csökkentheti a kibertámadások veszélyét.